Szigorú előírásokat kell betartania annak, aki kedvencével közösen szeretne nyaralni indulni, legyen szó akár belföldi vagy külföldi utazásról. A tervezett üdüléshez állatainknak okmányokra, kötelező oltásokra, bizonyos úti célok esetében egészségügyi vizsgálatra van szüksége, de rendkívül fontos, hogy arra is ügyeljünk, a számukra is élvezhető és biztonságos legyen a közös pihenés. Egyre gyakoribb jelenség, hogy a családok magukkal viszik nyaralásukra házi kedvencüket is. A vonatkozó jogszabályok kutyák, macskák és görények esetében írnak elő szigorú kritériumokat. Ha az Európai Unión belül utazunk, alapvető elvárás az egyedi jelölés, vagyis állatunknak rendelkeznie kell azonosító csippel, illetve az útlevél és az érvényes veszettség elleni oltás is kötelező. Mind a csipőtetést, tehát az egyedi jelölést, mind az útlevél kiadását, mind pedig a veszettségoltás beadását a szolgáltató állatorvosunktól kérhetjük, tehát bármelyik rendelőbe bemegyünk, az állatorvos ebbe fog tudni segíteni. Bizonyos távolabbi úti célok esetében például Nagy-Britanniában külön előírás, hogy a behozott állat meghatározott idővel az utazás kezdete előtt széles spektrumú féreghajtó kezelésben is részesüljön. Továbbá vannak olyan országok, amelyek Magyarországgal és az Európai Unió más tagállamaival ellentétben veszettség szempontjából veszélyesnek tekinthetők. Tehát gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy arra a hőleadásra, amire mi emberek az utazás útján képesek vagyunk, ők erre a hőleadásra nem képesek. Ők a fölösleges hőtől a liegés útján tudnak megszabadulni, de ez egy meglehetősen bekorlátozott kompenzációs lehetőség, amivel semmiképpen nem szabad visszaélnünk. Tehát tudnunk kell azt, hogy a forróság, a tűzőnap, a magas hőmérséklet az nagyon hamar egészségügyi problémákhoz vezethet. Állataink utaztatásában, de a mindennapok során is fontos tényező a biztonság. Lelkiismeretes gazdákkal is előfordul, hogy megfeledkeznek a kutyák szervezetének az emberekétől nagy mértékben eltérő működéséről. Hőleadásuk jelentősen különbözik a miénktől, és sokkal hamarabb felhevülnek. Hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy ameddig mi kibírjuk a nyári szabadtéri helyszíneken, rendezvényeken való tartózkodást, addig a kedvencünk is. Azonban a számukra ez komoly szenvedést jelenthet. A szakértő továbbá kiemelte, a szájkosárral is óvatosan bánjunk a hőségben, hiszen akadályozza a lihegést, ami a négylábúak egyetlen hűtőképessége. Az idős vagy beteg kutyáknál pedig kiemelt figyelemre van szükség a melegben. Tehát gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy arra a hőleadásra, amire mi emberek az utazás útján képesek vagyunk, ők erre a hőleadásra nem képesek. Ők a fölösleges hőtől a liegés útján tudnak megszabadulni, de ez egy meglehetősen bekorlátozott kompenzációs lehetőség, amivel semmiképpen nem szabad visszaélnünk. Tehát tudnunk kell azt, hogy a forróság, a tűzőnap, a magas hőmérséklet az nagyon hamar egészségügyi problémákhoz vezethet. Ha házi állatunkkal együtt szeretnénk vakációzni, érdemes előre utána járni az üdülési célnak és a szállásoknak. Hazánkban már több mint 1200 kutyabarát szálláshely közül választhatunk, de nemzetközi szinten is folyamatosan növekszik az állatokat fogadó létesítmények száma. Ezen felül egyre több vendéglátó egységbe is betérhetünk az ebeinkkel. Az ilyen helyszíneket weboldalak gyűjtik össze a gazdák számára, de az éttermek, kávézók és hotelek általában saját online felületeiken is hirdetik kutyabarát mi voltukat. Szálloda milyen szolgáltatásokat tud nyújtani nekünk, mint kutyásoknak, és így készítsük fel magunkat is, illetve kutyánkat is az ott létre. Nézzük meg azt, hogy a környéken milyen kutyás lehetőségek vannak, tehát milyen szolgáltatásokat tudunk igénybe venni azon kívül, hogy megszálltunk egy szállodába. Itt értem például éttermek, kávézók, cukrászdák, vagy esetleg kirándulóhelyek tekintetében is nézzünk körül, illetve azt is nézzük meg, hogyha hosszabb időre megyünk, hogy van-e mondjuk állatorvos a közelben, vagy olyan kutya vagy állatklinika, ahol mondjuk ügyeletet is tartanak, hogyha olyan történik, akkor a kutyát azt megfelelő időben el tudjuk vinni. Magyarországon a kutyatulajdonosok számára is a Balaton a legkedveltebb üdülési cél. Legnagyobb tavunknál már több olyan kifejezetten négylábúakkal való fürdőzéshez kialakított strand található, ahová kedvencünkkel érkezhetünk, többek között Balatonföldváron és Fonyódon is. A kutyabarátbalaton.hu oldalon pedig a tó körüli állatbarát szállásokról és éttermekről is informálódhatunk. Az ebbe strandolásnál csak úgy, ahogy minden kutyás közösségi térben, fokozottan figyelnünk kell, hiszen a mélyvíz állataink számára is veszélyes. Tehát nem szabad hirtelen a vízbe engedni a kutyát, vagy főleg, hogyha fél tőle nem akarja, tehát fokozatosan szoktassuk hozzá egyébként, mint minden máshoz, tehát a kutyáknak azért nem feltétlenül vele született adottsága az, hogy
hogy a vizet szeresse. Persze, az a kutyák nagy része imádja a vizet, és tud is úszni, de van olyan kutya, aki viszont nem tud úszni, tehát nekik is meg kell tanulni, gyorsan megtanulják, amelyik kutyus ugye nem fél a víztől, tehát ezt ki kell ismerni. Fontos, hogy felhevült testtel ne engedjük a kutyát a vízbe, hiszen akkor ugyanúgy ők is akár sokkot vagy infarktust kaphatnak. Belföldön és hazánkon kívül is egyre több lehetőségünk van tehát arra, hogy magunkkal vigyük házi kedvenceinket, hosszabb utazások alkalmával is. Ehhez azonban rendkívül fontos, hogy minden jogszabállyal tisztában legyünk, és az összes szükséges óvintézkedést megtegyük. Legalább ennyire lényeges az is, hogy ismerjük állatunkat, tudjuk, miként viszonyul új, ismeretlen helyekhez, emberekhez, élőlényekhez.